Debreceni kibocsátóval bővült a budapesti értéktőzsde szabályozott piaca. A Civita Group mintegy 453 millió forint értékben bocsátott ki részvényeket. A cég családi vállalkozásként közel 30 éve foglalkozik kukoricafeldolgozással. De vajon mit jelent a tőzsdén való szereplés a cégnek? Erről beszélgetünk Vaszkó Gáborral, a Civita Group ZRT vezérigazgatójával. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Na hát ez laikusként kérdezek, nyilván a nézők is szerintem úgy járnak jobban. Mit jelent egy cég életében? Jól hangzik, hogy a tőzsdére került, de milyen előnyöket hoz ez valóban? Számos előnnyel jár, és nyilván rengeteg kötelezettséggel is. Tehát azért a vállalati cégfejlődés legmagasabb fokára lépett azzal a Civita Group ZRT, hogy NRT-vé vált, és nyílt részvénytársaságként működik tovább. Tehát azon túl, hogy tőkét vontunk be, és részvényt bocsájtottunk ki, ami azt jelenti, hogy a jelenlegi tulajdonosok, illetve a család egy darab részvényt sem adott el, és nem is áll szándékában, tehát nem az volt a cél a tőzsdén, hogy szép lassan akkor majd a családi ezüstöt kiáruljuk. Sőt, ezt sokszor meg is kaptuk, hogy miért akarjuk mi kiárulni. És a tőzsdei jelenléttel úgy érzem, hogy a családi ezüstből most aranyat csinálunk, tehát ezzel egy nagyobb cégértéket, egy nagyobb volument tudunk elérni, és a további bővüléseinkhez pedig forrást is tudunk biztosítani. Ezért gondoltuk 3 évvel ezelőtt úgy, nem csak a családi kupak tanácsban, hanem később a vezetői igazgató tanácsban, hogy NRT-ként szeretnénk működni, és ezzel akár példát is mutatni a magyar családi vállalatoknak, és kis- és középvállalatoknak, de inkább középvállalatoknak, hogy a tőzsdén egyrészt forrást lehet bevonni, illetve a tőzsdei működés a mi esetünkben ugye a retail brandünk, az áruházban kapható Civita brandünket erősíti, hiszen több csatornán, több módon, többféle kontextusban meg tud jelenni a cég neve, a cégnek a termékei, és erősítve, tehát a cég brandje és a termékmárka azok erősíteni fogják, és erősíteni tudják egymást. Úgy gondolom, hogy ezeket a célokat most kell megvalósítani. Az egyik a budapesti értéktőzsde egyik igazgatója mondta nagyon találóan, hogy akkor most egy sprintnek vége, amikor a csengetés megtörtént július 7-én, és azzal elkezdődött, szimbolikusan jelez, hogy elkezdődik a kereskedés a Civita Group részvényeivel, papírjaival, de most kezdődik egy maratonfutás. És ez föl kellett a céget is készíteni, ugye mondtam, hogy 3 évvel ezelőtt született meg a konkrét döntés arról, hogy nyílt részvénytársaságként működjünk. Ez egy olyan felkészülési folyamat, ami a szervezeti átalakításokkal járt, a folyamatoknak a racionalizálásával járt, és egy olyan transzparens működés kialakításával, ami szükséges ahhoz, hogy ezen a szabályozott piacon meg tudja állni a helyét a Civita Group. Arról nem beszélve, hogy nemzetközi összehasonlításban is érzem, meg érezzük azt az értékesítő kollégáinkkal, egész másképp állnak a céghez. Már érezni lehet, hogy egész másképp állnak a céghez, amikor public listed company-ról beszélünk, és az egy bizalmat erősít. Tehát akkor már nem kezdjük a kérdéseket a legelején, hanem akkor léptünk kettőt előre, és akkor a lényegről tudunk tárgyalni. Ez egy más tárgyalási alap, akkor akár mondhatjuk azt, főleg a külföldi partnereknél? Elsősorban a külföldi partnereknél. Azt tapasztaljuk, igen. A brandépítés volt amúgy az elsődleges cél, vagy az, hogy így mondjuk esetleg könnyebben tudnak terjeszkedni majd külföldön? Először a brandépítés volt, és menet közben találtunk rá ilyen kis rejtett drága kövekre, hogyha élhetek ezzel a képpel, amikor újabb és újabb funkciókat találtunk magunknak, hogy igen, ez nem csak a brandépítésre, hanem terjeszkedésre, sőt a növekedésre, a finanszírozásra, ugye a mai kamatkörnyezetben meg nem is elhanyagolható a tőkeági pénzbevonás, mondjuk egy hitellel szemben. Persze nem mindig volt ez így, meg nem is mindig lesz így, most ez egy átmeneti helyzet csak, de mi hosszú távon tervezünk, tehát hogy a családi vállalat lévén el is mondhatjuk magunkról, hogy
egyszerűen nem is tudunk rövid távon tervezni, mint általában a multinacionális cégek, akik negyedévről negyedévre riportálnak, terveznek, mi generációkon átívelően tervezünk, nagyon-nagyon hosszú távon, nagyon fenntarthatóan, hiszen ezt a céget az unokáinknak, gyerekeinknek és unokáinknak is építjük. De sikeres generációváltáson van túl már a cég, elmondhatjuk talán, hogy gördülékenyen sikerült átvenni az ősöktől. Igen, hát az alapító generáció ugye 90-ben a rendszerváltás után alapította meg a céget. Többek között ugye Monostorpályban az első kukoricamalmot építették fel a szüleim. Ezt vettük át már irányítást és operatív irányítást szinten az öcsémmel és ketten visszük tovább, de már előkészítésben van a harmadik generációnak is a bevonása, hiszen ezt nem lehet elég korán kezdeni. Ez egy folyamat. Ugye a generációváltás az soha nem egy csettintésre történik, hogy akkor reggel fölkeltünk, na most akkor megcsináljuk a generációváltást, és estére már kocintunk, hanem ez egy nagyon hosszú folyamat, és itt fel kell készíteni a következő generációt, illetve elő kell készíteni az éppen aktív generációnak pedig a kivonulását, hiszen az pont annyira fontos, mint az újnak a bevonása. Ugye itt 453 millió forintról beszélünk, ami nyilván laikus számára hatalmas összeg. A tőzsdén azért nem számít olyan nagynak, talán mondhatjuk ezt. Ugye kis hajóként indul a Civita Group a tőzsdén, és akkor meglátjuk, hogy lesz-e belőle cirkáló? Nagyon jó a példa. Én egy űrhajós példát hoznék, hogy kis lépés ez egy embernek, de nagy lépés az emberiségnek, a holdra szállás. A mi esetünkben is így van ez, hogy nem a tervezethez képest azért ez 25%-a, mint a először bevonni kívánt tőke, de mindenképpen elindultunk, és mindenképpen ez a hajó most kihajózott, és minden reményünk megvan arra, hogy a következő évek növekedése lehetővé fogja tenni a cirkálóvá válást, és még tovább növekedünk. Ugye eddig organikusan nőttünk, a célunk az volt, hogy most próbáljunk meg egy dinamikusabb növekedési pályára állni. Ugye kukorica alapú termékeket, élelmiszereket gyártanak a Civita Groupnál. Ezt lehet terjeszteni Európán belül, vagy akár világszinten? Tehát milyen perspektívát látnak önök maguk előtt? Mi egy kukoricamalomként indultunk a 90-es években. Ennek megvolt az a korlátja, hogy kicsi hozzáadott értékű termék, szinte alapanyag, amit nem lehetett a föld másik részére elszállítani, mert egyszerűen nem érte meg, mert ott is terem kukorica, ott is megőrlik, és a szállítási költségek olyan magasak, hogy ez nem éri meg. Az elmúlt 20 éves céges innovációnk az mindig arról szólt, hogy tudunk még nagyobb hozzáadott értékű terméket előállítani itt Magyarországon, ebből a hazai alapanyagból. Ugye először bővítettük a malmot, fejlesztettük a malmot, utána kukoricaolaj sajtólőüzemet építettünk, majd egy gluténmentes tésztagyárat, kukoricalisztből gyártunk gluténmentes száraz tésztát. Ezt már megéri sokkal messzebb elszállítani, akár a tengeren túlra. És ez mind az amerikai kontinenst, mind pedig Ázsia, távol-keletet és az ázsiai kontinenst értem ez alatt, hogy itt a versenytársaink már nincsenek akkor olyan logisztikai előnyben, mint mondjuk az alacsonyabb értékű örlemények piacán. Arról a legújabb innovációnk meg a környezetbarát lebomló termékek, ami az ehető tányér és ehető pohár, aminek úgy gondolom, hogy megint van egy olyan újdonság hatása, amivel távolabbra is tudunk kacsintani, de az a hosszú távú célunk az, hogy ezt inkább lokálisan itt Európa és a Kárpát-medence egy kicsit a környező országok piacain helyezzük el, hiszen ebből nem fogunk tudni akkora volumen gyártani, mint amekkora szükségletet látunk a piacon. Pedig ugye ez a trend most, ugye a környezetvédelemben abszolút egyértelműen erre fókuszálnak, hogy olyan evőeszközöket, tányérokat próbálnak gyártani, ami nem ez a műanyag, ami szennyezi ugye az egész világot gyakorlatilag. Ebben lehet perspektíva akkor. De akkor csak hazai szinten? Itt meg a volumen ad nekünk egy korlátot, hiszen oly mértékű ezen termékek fogyása csak az Európai Unió területén tavaly évben 60 milliárd kávésporat, papír kávésporat használtak el. Mi 60 milliót szeretnénk most gyártani, tehát a csepp a tengerben, ez nagyjából a környező országok. Még ha bővítjük is a kapacitást előbb-utóbb, itt az alapanyag oldalon úgy gondolom, hogy nekünk nem szabad
maximum Európa, de Európán kívülre nem szabad szállítanunk, mert akkor az ökológiai lábnyoma olyan nagy lesz ennek a terméknek, hogy pont az a hatás, ami miatt létrehoztuk, hogy védjük a környezetünket, akkor nem fog érvényesülni. Ezt a Dél-Amerikában a helyi alapanyagból kell gyártani. Ott is terem kukorica egyébként, úgyhogy a receptúrát és a technológiát ezt nagyon, nagyon, nagyon szívesen fogjuk tudni eladni, vagy értékesíteni, vagy segíteni az ottani gyártóknak. No hát figyeljük a tőzsdén, hogy hogy szerepel a Civita Group. Sok sikert kívánok a folytatásban, köszönöm, hogy itt volt velünk. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, eddig tartott ma az Esti Közelkép. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra.